legkevesebb az önkéntes véradó. Nem versenyt, hanem közös együttműködést szeretne a Magyar Vöröskereszt a plazmacentrumokkal. Tiszpol akció. Ismét ellenőrzik az autósokat a rendőrök, figyelik a biztonsági eszközök használatát, és minden megállított sofőrt megszondáztatnak. Kötelező a jelölés. Szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell az új előírásokat. Nem versenyt, hanem közös együttműködést szeretne a Magyar Vöröskereszt a plazmacentrumokkal, közölte Kardos István, a szervezet főigazgatója. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A plazmacentrumok megjelenése óta ugyanis kevesebb az önkéntes véradó, mivel a centrumok fizetnek a véradásért. A Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei küldöttgyűlésén a következő időszak fontos feladatait határozták meg a tagok, amelyek közül kiemelkedik a fiatalok megszólítása. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei szervezetének legfontosabb teendőiről is tanácskoztak a tagok a küldöttgyűlésen. A következő 4 évben 3 fő stratégia körül működik majd a helyi szervezet. A szociális tevékenység, egészségnevelési tevékenység és magának a szervezeti életnek, a Vöröskeresztnek, mint szervezetnek a megerősítése. Minden egyes munkaterületen, amit eddig végeztünk, szeretnénk előrelépni és továbbfejlődni. Ilyen a katasztrófa segélyezés, amiben ugye most is dolgozunk, és amihez most már a nemzetközi szervezettől is sok segítséget kapunk. Szeretnénk az ifjúsággal többet foglalkozni, hiszen ők jelentik a folyamatosságot és a jövőt. Szeretnénk az idősekkel foglalkozni, hiszen az idős generáció egy jelentős probléma lesz az elkövetkező években. A küldöttgyűlésen a Magyar Vöröskereszt főigazgatója is részt vett, aki közölte, szervezetük országos szinten a véradások 90%-át szervezi. Hozzátette, fontos, hogy megbecsüljék az önkénteseket, akiknek a száma azt mutatja, hogy van segítőkészség az emberekben. Ez bizonyítja például a felsőoktatási véradó verseny is. Nem könnyű azonban manapság véradókat szervezni, egyre többen választják ugyanis a plazmacentrumokat, mivel ott pénzt kapnak. Kardos István szerint a közös együttműködés lenne az eredményes megoldás. Nem biztos, hogy versenyhelyzetben kell gondolkodni, hanem olyan tudatos együttműködést kell kialakítani, amelyben mondjuk egy piaci szereplő és a nemzeti vérkészlet szükségessége is helyt áll. Ebben már a kezdeményezésünk a közös együttműködésben megvan, de mindenképpen tudnunk és látnunk kell nekünk is azt, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a véradások menetét, számosságát és a véradók elkötelezettségét. Én azt gondolom, hogy azt hangsúlyozni, hogy mi az egyik és mi a másiknak a szerepe. A gyűlésen elköszönt a szervezet eddigi megyei elnöke, Szarkáni Kövi Márta, aki nyugdíjba megy. A tagok szavazatai alapján a jövőben dr. Pataki Piroska vezeti majd a szervezetet. Ismét ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Szabolcs-Szatmár Bereg-megye útjain. A rendőrség a Tiszpol akció keretében leginkább a passzív biztonsági eszközök, vagyis a bukósisak, a gyermekülés és a biztonsági öv használatát figyelik. Ezeken túl nézik a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét is, valamint minden megállított autóst megszondáztatnak. Szúrópróbaszerűen állítják meg az autósokat Nyíregyházen az Orosi úton. Ezt a sofőrt például azért terelték félre, mert a kamerával kiszúrták, hogy telefonál vezetés közben. A szabálytalanságért 10 000 forintra büntették, a férfi nem ért egyet a büntetéssel és az ezzel járó 3 büntetőponttal. Nem tartom jogosnak, mert volt egy fontos telefonom, megbeszéltem, én ott úgy ítélem meg, hogy tudok egyenesen menni az autóval, sem balesetveszély, sok nem okozok 50 kilométernél. Ennél az autósnál viszont nem találtak szabálytalanságot. Ellenőrizték az okmányait, a jármű utasterét és a csomagtartót is, valamint a szondát is meg kellett fújnia. Ő azt mondja, szerinte jó dolog, hogy szűrik a vezetőket. Nem rossz, mondjuk máskülönben csinálják, de az az igazság, hogy sokszor nekem nem tetszik, például a gyors hajtásnál. Azt mondják mindig, hogy abból van a balesetek, meg a halál. Nem igaz. Az elsőbség meg nem adás, meg az előzés. Nem a gyors hajtás, az nem igaz. Nekem ez a véleményem már. De mondjuk jogos, ezt csinálják. Meg pláne, hogy sokan isznak.
ez a baj. Mondjuk én is már egyszer megbuktam. A tehergépkocsi vezetőktől a kerékpárosokig minden közlekedőt ellenőriznek a háromnapos akció keretében, melynek kifejezett célja, hogy a forgalomban résztvevők jobban betartsák a biztonsági eszközök használatára vonatkozó szabályokat. Szeptember 13 és 15-ei közötti időszakban megyénk közútjain közlekedési ellenőrzést tartunk. A célja a passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzése, tehát a biztonsági öv, a biztonsági gyermekülés, illetve a bukósisak használatának az ellenőrzése, de természetesen emellett kollégáim minden járművezetővel szemben alkoholtesztet alkalmaznak. Ugye ellenőrzik az országba beutazás, illetve tartózkodás szabályait, a járművek, a járművezetők okmányait, ugye kiterjed itt az ellenőrzés a járműveknek az utas terére is, kimondottan, illetve minden mozgó közlekedési szabályszegővel szemben intézkednek. Már az ellenőrzés első napján számos szabályszegővel szemben intézkedtek a rendőrök. Leginkább a biztonsági öv használatát elmulasztókat büntették, kiszűrték a balesetveszélyesen vezető sofőröket is. Baleset történt ma délelőtt a 41-es számú főúton Napkor közelében. Egy járművezető úgy akarta településre hajtani, hogy nem vette észre, egy másik gépkocsi már előzi. Az ütközést nem tudták elkerülni. A balesetet okozó jármű egy tűzcsapot is kitört. A másik autó egy magánudvar kertjében állt meg. A helyszínről egy gyermeket megfigyelésre kórházba szállítottak. Nyíregyháza Oroson mindeközben ráfutásos baleset történt. Egy teherautó lassított, amire a mögötte érkező két autós még időben reagált, a harmadik azonban belerohant a sorba. A középső autóból szállítottak egy szemét kórházba. Kötelező az új jelölést használni a burgonyánál. Szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell az új jelölési előírásokat, ami megmutatja az áru származási helyét és fajtáját, továbbá a jellemző felhasználási típusról is tájékozódhatnak a vásárlók. A, B és C típusú besorolás, az A salátának, a B főznivaló és a C sütnivaló krumpli. A vásárlók ezentúl tájékozódhatnak arról, melyik fajta burgonyából milyen étel készíthető, a termék pontos fajtájáról és származási helyéről is. Az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményeket rendelet szabályozza. Minőségi előírásokat tartalmaz, fajta előírásokat tartalmaz, felhasználási előírásokat tartalmaz, illetve a csomagolás is szabályozza, hogy csoportba kell szedni, hogy milyen csomagolóanyagon milyen jelölésnek kell szükségesnek lenni. Amennyiben nem megfelelő egy burgonya jelölése, azt már a korábbi zöldség-gyümölcs ellenőrzések során egyéb növényeknél tapasztalt módon, ha nem biztosított a nyomonkövetés és nem megfelelő a címkézés, akkor a hatóság eljár abban, hogy ezeket rendbe teszi, illetve ha először figyelmeztetünk, utána a bírság kiszabásával is próbáljuk rákényszeríteni a termelőt, a forgalmazót a szabályok betartására. Egyébként szigorú szabályozás alá esik a burgonyatermesztés egész Európában, mert a növény nagyon sok betegséggel küzdhet. A fertőzések ellen pedig védeni kell nem csak az áru burgonyát, hanem a vető burgonyát is. Nagyon sok olyan betegsége van, ami komoly problémákat okozhat. Nem csak maga a gumó romlását okozhatja, hanem a termő területen is komoly fertőzéseket okozhat, ami a burgonya félék családjában nem csupán a burgonya, hanem a dohány, a paradicsom, paprika megtermelését is akadályozhatja. A zöldségfélék közül a legtöbb burgonyából fogy. Egy átlagos háztartásban egy évben 67 kg-nyit használnak fel. Nagy gyakorisággal kerül a családok asztalára burgonyás ételféleség. Egyébként friss áru, zöldség és gyümölcs vásárlásakor itthon fontos a fogyasztónak a magyar eredet. Hogyan segítsünk egy kerekesszékesnek, kell-e egyáltalán segíteni? Erről is szó lesz a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Már minden jegy elkelt a Bajnok Győr kisvárdai vendégjátékára, így telt ház előtt lép pályára a női kézilabda NB1 pénteki nyitányán az újonc. Ez is elhangzott a KKC keddi szurkolói ankétján, ahol bemutatták a szakmai stábot és a játékosokat a drukkereknek.
90 millió forintból felújították a Nyíregyházi Városi Stadion nagy műfüves pályáját. A 70%-ban TAO-s támogatásból, 30%-ban önkormányzati forrásból megvalósult beruházás eredményeként új alapot, vízelvezető rendszert és borítást kapott a pálya. Hogyan segítsünk egy kerekesszékesnek? Kell-e egyáltalán segíteni? Hasonló tabu kérdéseket válaszoltak meg a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének tagjai nyíregyházi fiataloknak. A találkozót az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér szervezte. A cél, hogy érzékenyítő foglalkozásokkal, beszélgetésekkel érjék el a fiatalok szemléletformálását. Mozgásukban korlátozott fiatalok érkeztek az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Térbe, köztük a kerekes székes vívó Tarjányi István is. Nagyon örülök, hogy van ilyen rendezvény, ugyanis fontosnak tartom azt, hogy mozgássérültek, hallássérültek, egyéb fogyatékossággal élő személyek találkozzanak épp egészséges gyerekekkel, fiatalokkal, és így közelebbről megismerjék egymást, és közvetlenül tudjanak beszélgetni. Én legfőképpen arról szeretnék beszélni, hogy 20 éve vagyok éppen kerekesszékben, és azóta mennyi minden történt velem, és mennyi minden elérhető, attól függetlenül, hogy tényleg kerekesszékbe kerültem. Tarjány István idén a varsói kerekesszékes vívó világkupán harmadik lett párbajtőrben. A fiatalok érdeklődve figyelték a sportoló történeteit, és különlegesnek, hiánypótlónak tartották a találkozót. Meg lehet tapasztalni egymást, úgymond, mert a mozgássérültek meg tudják tapasztalni, hogy a járóknak például kellemetlen például rájuk nézni, vagy megkérdezni, hogy segíthetek-e, és fordítva meg tudják ugye mondani a mozgássérültek is, hogy kellene nekik igazából segítség, vagy sem. A szemléletformáló találkozót az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér szervezte. Az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér feladatai közé tartozik a szemléletformálás, és szeretnénk, hogyha a fiatalok egy kicsit több figyelmet fordítanának a paralimpikonjainkra. Ezért a paralimpia teljes ideje alatt vetítjük a közösségi térben a paralimpiát, tehát a különböző versenyszámokat figyelemmel követhetik a betérő, beérkező fiatalok. Nagy képernyőn nézhetik a paralimpiát az érdeklődők, az ifjúsági közösség térbejárók pedig tablón összegzik a verseny eredményeit, egy külön füzetben pedig összegyűjtötték azoknak a magyar sportolóknak a képeit, akik kijutottak a paralimpiára. Egy régiség piacon találták a József András Múzeum szeptember havi műtárgyát, egy 1936-os tűzoltó serleget. Az ezüst kehely tulajdonosa nagy valószínűséggel a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet segédtisztje Aszalós Sándor volt. A múzeum tárgyi készlete sokszor régiségpiacokon talált, vagy ajándékozás útján bekerült leletekkel gyarapszik. Ez a tűzoltó kehely szeptember hónap műtárgya a József András Múzeumban Nyíregyházán. A megtalált tárgyról kiderült, hogy 1936. szeptember 6-án adták át. Ekkor emlékeztek meg az önkéntes tűzoltó egylet 50 éves fennállásáról. Ennek kapcsán egy országos versenyt is rendeztek Nyíregyházán, amelyet a helyi csapat nyert. A most bemutatott hónap műtárgya, ez egy olyan kehely, amit a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet segédtisztje kapott meg, nagy valószínűséggel Aszalós Sándor nevezetű segédtiszt. A értéke, ugye ez egy ezüstözött kehely. A József András Múzeumnak a helytörténeti gyűjteményében már több hasonló kehely, sőt ebből a korból is van a felgyűjtve, ugye, megtalálva, és ugye ez most jelenleg a tűzoltóság épületében van egy állandó kiállításon kiállítva. A jelenlegi kehelyet is szeretnénk a meglévő kiállításba később beépíteni. A múzeumban nap mint nap visznek eladásra vagy ajándékozásra különböző tárgyakat. Ez is az egyik módja annak, hogy gyarapítsák a gyűjteményüket. Az is előfordul, hogy régiség vagy bolhapiacon találnak újabb, megyéhez köthető leleteket akár más városban is. A szeptember havi ezüstkelyhet például a nyíregyházi bolhapiacon vásárolták. A restaurátorok a bemattult tárgyat megtisztították, leltározás után pedig ez is bekerül majd az állandó kiállítások anyagai közé. Én azt javaslom mindig, hogyha be is jön valaki a múzeumba, hogy minél több tárgyal, amiről nem tudják, hogy mi, nyugodtan hozzák be, és itt a kollégákkal mi esetleg felértékeljük, vagy megmondjuk, hogy mi az, hogyha tudjuk, ugye. Nyilván rengeteg régi tárgy átfut a kezünkön, és így nagyobb tapasztalattal rendelkezünk, mint egy laikus ember.
sokszor kerül be olyan ajándékba a múzeum olyan tárgy, ami nagy értékű. A múzeum tárgyi készlete legtöbbször ajándékozással gyarapszik, így minden értékes tárgyat szívesen fogadnak a lakosságtól. Sok leletet pedig egy-egy beruházás vagy útépítés kapcsán a régészek gyűjtenek be a környékről. Már minden jegy elkelte a bajnok Győr kisvárdai vendégjátékára, így teltház előtt lép pályára a női kézilabda NB1 pénteki nyitányán az újonc. Ez is elhangzott a KKC keddi szurkolói ankétján, ahol bemutatták a szakmai stábot és a játékosokat a drukkereknek. A kisvárdai női kézilabda csapat 1999-ben búcsúzott az élvonaltól, így a szurkolók 17 év szünet után láthatnak ismét NB1-es meccseket a városban. A keddi szurkolói ankéton is sokan voltak kíváncsiak a játékosokra, akik közül jó néhányan először húzzák majd magukra bajnoki meccsen a kisvárdai mezt. Mátéfi Eszter szakmai igazgatója elmondta, bizakodva várja a szezont, ugyanis a nyelvi nehézségek ellenére a pályán és az öltözőben is egyre inkább csapattal érik a társaság. Úgy látom, hogy Kovács Péter jó munkát végez segítőjével, Dévényi Jánossal, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy egy minél jobb védekezést rakjanak össze így elsőre, mert hogy ez az alapja a jó eredménynek. Azon belül a közösség, én úgy látom, hogy a közösségen belül jó a hangulat, attól függetlenül, hogy sok nyelvet beszélnek a lányok, azért a magyar és az angol az, ami közös nyelvnek mondható. Igyekszünk közös programokat szervezni, pontosan azért, hogy minél jobban összekovácsolódjanak, és a pályán is minél jobban megértsék egymást. Kovács Péter vezetőedző arról beszélt, hogy a mögöttük lévő 82 edzés és 15 felkészülési mérkőzés alapján abszolút elégedett a játékosokkal. Nagyon becsületesen, nagyon jól dolgoztak a lányok, és a nagyon komoly orvosi vizsgát is ezt támasztotta alá, tehát a csapat, hogy úgy mondjam, fizikálisan készen van, kész a bajnokságra, persze abban még senki nem szerzett nagyobb dicsőséget, hogy csak fizikálisan volt készen. Taktikailag, technikailag is elég sokat próbáltunk gyakorolni, de ez nem azt jelenti, hogy most, hogy elkezdjük a bajnokságot, befejeztük a felkészülést, egész évig tartani fog. Tehát én úgy gondolom, egész éve fejlődni fog a csapat, mint taktikailag, mint a kézilabdázás egyéb szegmenseiben is. A csapat legnevesebb játékosa a brazil világbajnok Samira Roa, aki az olimpia után csatlakozott a kerethez. A szélső is optimistán várja a rajtot. Ez egy fiatal, nagyon motivált csapat, egy szintén motivált edzővel. Nagyon sokat dolgozunk, ezért bízom a jó bajnoki szereplésben. A kisvárda pénteken 18 órai kezdett el a bajnoki címvédő Győr ellenlé pályára a felújított városi sportcsarnokban. A mérkőzésre már minden jegy elkelt, így 1000 néző szurkolhat majd a csapatnak. A Kölcsey Televízió nézői szombaton 21 óra 5 perctől láthatják a találkozót. 90 millió forintból felújították a Nyíregyházi Városi Stadion nagy műfüves pályáját. A 70%-ban TAO-s támogatásból, 30%-ban önkormányzati forrásból megvalósult beruházás eredményeként új alapot, vízelvezető rendszert és borítást kapott a pálya, amelyet a Bozsik Akadémia csapatai használnak. 10 évvel ezelőtt adták át a stadionban a műfüves nagypályát, amely sokáig az egyetlen volt a városban, így a téli időszakban rendkívül nagy terhelésnek volt kitéve. Ez egy idő után meg is látszott a pálya állapotán, nem vezette el a vizet és gyakorlatilag alkalmatlanná vált a játékra. A Magyar Labdarúgó Szövetség által megítélt TAO támogatásnak és az önkormányzati 30%-os önrésznek köszönhetően 90 millió forintból mostanra teljesen megújult a pálya. 4 évvel ezelőtt kijavítgattuk, de már akkor is látszott, hogy időleges, és be is adtuk a pályázatot. A probléma igazából az volt, hogy már az elején vagy nem jól csinálták meg, vagy a pálya kezelése volt elrontva, víz megállt rajta, nem folyt le, úgy nézett ki, mint egy tócsa az egész pálya, használhatatlanná vált. Most jutottunk el oda, hogy a tavaly beadott TAO-s pályázatot megnyerve tudtuk a 30% önerőt biztosítani, és 90 millió forintba került, tehát nem olcsó egy ilyen műfüves pálya, de nagyon szükséges, hiszen itt rengeteg gyerek használja. Az akadémia vezetője, Feckó Tamás elmondta, hogy naponta több mint 100-an edzenek a stadion műfüves pályáján. Közel 300 gyerekünk van 13 korosztályban, 28 edző dolgozik, és ugye naponta
ebben a létesítményben több mint 100-an tudnak így edzeni. Az város különböző részein, Örökösföldön, Olánpályán, Tiszasvári úton a többi csapat, úgyhogy ez óriási segítség volt, hogy ennek a 100 gyereknek nem kellett még külön utazgatni. A megújult létesítményben az edzések mellett bajnoki meccseket is játszanak. A Bozsik Akadémia U14-es, U15-ös, U16-os és U17-es csapata az első osztályú bajnokságban szerepel, 4 korosztály pedig a másodosztályban játszik. Az 5. helyen végzett Veres Amarilla a riói paralimpián a kerekes székes vívók párbajtőr versenyében. Az NVSC sportolója veretlenül jutott be a negyeddöntőbe, ahol kikapott ukrán ellenfelétől. Pálkei Béla tanítványa csütörtökön a párbajtőr csapatversenyben képviseli a magyar színeket. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Nem versenyt, hanem közös együttműködést szeretne a Magyar Vöröskereszt a plazmacentrumokkal, közölte Kardos István, a szervezet főigazgatója. A plazmacentrumok megjelenése óta ugyanis kevesebb az önkéntes véradó, mivel a centrumok fizetnek a véradásért. Ismét ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain. A rendőrség a diszpolakció keretében leginkább a passzív biztonsági eszközök, vagyis a bukós isak, a gyermekülés és a biztonsági öv használatát figyelik. Ezeken túl nézik a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét is, valamint minden megállított autóst megszondáztatnak. Kötelező az új jelölést használni a burgonyánál. Szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell az új jelölési előírásokat, amely megmutatja az áru származási helyét és fajtáját, továbbá a jellemző felhasználási típusról is tájékozódhatnak a vásárlók. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 14-én, szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé továbbra is meleg, nagyon száraz levegő áramlik, így szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjjel derült lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Pénteken még sok lesz a napsütés, a 30 fokot közelíti majd a nappali hőmérséklet, és legfeljebb egy-egy zápor zivatarig érkezik. Szombaton jelentős változás kezdődik, a megnövekvő felhőzetből a hétvégén és hétfőn már többfelé valószínű csapadék, a hajnali hőmérséklet alig változik, ezzel szemben jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, helyenként a 20 fokot sem éri el a délutáni legmagasabb érték.